lehetnél boldogabb, lehetnél töltőtoll a papírra írt sok gondolat. Az egyik legfontosabb esemény ebben a klipben az volt, hogy játszottunk a Budapest Parkban Rúzsa Magdi előtt. Ez egy nagyon nagy élmény volt nekünk, mert egyrészt megtisztelő, másrészt pedig egy ilyen nagy és kedves közönség előtt nagyon jó érzés mindig játszani. És akkor utána akartunk össze egy verket, és aztán jött az ötlet, hogy akkor legyen ez egy klip, egy következő dalhoz a nagylemezről. És hát így jött, hogy akkor itt most forgatunk, aztán a próbateremben is forgatunk egy keveset, de hát a nagy része az végül is a koncert és az ottani életképek. Álmodban gondolsz rám, üzenetben bújsz rám. Olyan klipünk volt már, ahol ugye volt egy koncepció, kitaláltunk egy történetet, és akkor az lett a videóklip, de mi is meg szerettük volna ragadni azért ezt a pillanatot, mert azért nem minden nap játszik az ember a Budapest Parkban, és több ezer ember előtt azért nekünk is ez egy nagyon nagy élmény volt, és arra gondoltunk, hogy ezt az élményt akkor így át tudjuk adni a nézőknek is, úgyhogy szerintem teli találat lett ez a megoldás. A dal igazándiból egy olyan visszaemlékezésről szól szerintem, ami kicsit így a magunkat keressük egy olyan szituban, amikor magunkra kellett volna hallgatni, és nem döntöttünk mondjuk jól, feltétlen jól. Ezt egyébként együtt írtuk az Andrissal meg az Olival a zenekarból, leültünk egy üvegborral, és akkor én megírtam az alapját, és akkor együtt megcsináltuk, hogy mi legyen a végleges. Hosszan táncolj velem, rajzolj szívet, forró tenyeremen. Ez a live session, amit forgattunk a próbatermünk tetején egyébként, egy tetőn. Korábban már forgattunk ilyen live sessiont ott a tetőn, csak most egy kicsit tovább gondoltuk, egy nagyobb stábbal mentünk föl drónokkal, stb. Úgyhogy szerintem, meg hát Petike ott egy elektromos dobondobból. Kicsit így átgondoltuk, hogy egy picit más legyen azért ez a live session. Mindenképpen jutott a zenekar előrébb a lemez óta, hiszen azért többször játszottunk most már a Budapest Parkban is, meg több nagy koncerthelyszínen is volt szerencsénk játszani nagy előadók előtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy jó úton halad a zenekar, és ugye a lemez címe is csak az volt, hogy Tisztul, ami egy dal is ugye a lemezen. Most találtuk szerintem meg azt az utat, vagy most tisztult ki az a kép, hogy mi lesz így a Fenglersnek a jövőképe. Szerintem egy nagy lemez minden zenekar életében egy olyan lépcsőfok, amit lassan elérkezik mindenki hozzá, nekünk ez 3 évig tartott, vagy 2,5 évig, viszont tényleg egy olyan irány, vagy olyan csapást találtunk meg, amin el lehet indulni, ez sem közel sem a végleges, meg nyilván alakulni fog még nagyon sok felé, viszont egy nagy lépcsőfok volt, ami után nyilván ebből következnek különböző dolgok, amik egy nagy lemezzel jönnek, úgyhogy tényleg talán egy jó úton vagyunk.